Gergő, Nóra, Kamilla, Kira. Most még gondot okoz az osztálytársak neveinek megjegyzése, de gyaníthatóan néhány hét, és mindez már a múlté lesz. A második év a gimnáziumban hagyomány már, hogy mielőtt megszólal először a csengő, a leendő elsősök, most két osztályi gyerek, megismerkedik a helyel és mindazokkal, akik meghatározzák majd mindennapjaikat. A nyüzsgés és a megszeppenés egyszerre látszik a lurkók arcán. Kicsit már kezdenek feloldódni, mivel már egy órája itt vannak, meg már beszélgettünk, most már kezdik magukénak érezni a területet, úgyhogy most már szerintem a nyüzsgés is benne van. Összeismerkedjenek a leendő tanáraikkal is, meg magával az iskolával is, meg hát az osztálytársak egymással is, hogy ne úgy induljon az év, hogy mindenki csak ott ül, aztán azt se tudja, hogy hova tartozik. Tehát egy kicsit magukénak érezzék ezt az iskolát. Ismerkedő játékok, bizalomjátékok, ilyen kommunikációs játékok, és a második napon pedig ismerkednek bátaszékkel, ilyen feladatlapszerű játékkal, illetve hát akkor megkapják a tankönyveket is, meg diakigazolványt, tehát egy-két ilyen adminisztrációs dolgot is el tudunk intézni. Mivel itt lesz a Géza nap, a bornapok alatt, tehát már a Géza nap, tehát a felvonulás, a koronázás, tehát azon ők már szerepelnek, úgyhogy az már teljesen a jövő hét meg erről fog szólni, hogy ruhát próbálunk meg, megnézzük, hogy mi lesz a mi feladatunk a kicsiknek. Az a tapasztalat, hogy egy hónap kell, mire igazi gézásnak érzik majd magukat, és ehhez a tábor, na és a gézanapok jelentősen hozzájárulnak. Most azonban még csak az ismerkedésnél tartunk, a szecskaavató meg a szecskabál, ami a vízválasztó a kérdésben, még arrébb van. Innen tudjátok megtalálni az egyik legfontosabb helyünk, ez a titkárság. Ugye itt a titkárságon, mindjárt be is mutatom nektek, gyertek nyugodtan be, ugye itt Edina a néni, gyertek nyugodtan be, arra is be lehet menni, jó, mindenki térjen be. Sümegi József igazgató sokadik szecska táborán van túl. Olyan hagyomány ez, melyet őrizni akarnak, mert érzik a hasznát. Én azt gondolom, hogy a hagyományok azok elsősorban az összetartozást segítik. Ez a szecskatábor is azt segíteni elő, hogy a gyerekek, amikor szeptember 2-án megérkeznek, akkor egy ismerős környezetben érkezzenek. Egyrészt megismerkednek az iskolával, egymással is, és olyan fontos információkat kaphatnak ebben a szecskatáborban, még a településsel is megismerkednek, tényleg a teljes iskolai hagyományokkal, amelyek elősegítik azt, hogy könnyebben induljon a tanév. A gyerekek lélekben már eljutottak a gézásságig. Még néhány nap, és már nem lesznek riadszebű szecskák, a város és az iskola befogadja őket.